Köszöntöm Önöket! Július 9-én a mai napon együtt tartják Magyarországon az európai parlamenti és az önkormányzati választásokat. Székesfehérváron 76.056 választópolgár dönthet arról, hogy ki legyen a polgármester és kik legyenek az önkormányzati képviselők, illetve szavazhat az európai parlamenti választáson. Itt vagyunk az 54-es számú szavazókör előtt a Felsővárosban. Itt egyébként érdekesség, hogy az önkormányzati választáson 1036-an, az európai parlamentin 1026-an, és a nemzetiségi önkormányzati választáson pedig 56-an szavazhatnak. A nemzetiségi önkormányzati választáson azt szavazhat egyébként, aki egy adott határidőig egy bizonyos nemzetiséghez tartozónak vallotta magát. A 6 óra előtt vagyunk néhány perccel, és megnézzük, hogy hogyan hitelesítik a szavazókörben az első szavazóval az urnákat, és jöjjenek be önök is, akik is megmutatjuk, hogy ez hogyan történik a gyakorlatban. Jöjjön a urnák, hogy kérem nézzem bele, hogy üres. Irénke is nézzem, ez én kedves. Első szavazóként érkezett a Felsővárosban az 54-es számú szavazókörben. Miért jött ilyen korán? Hát dolgozom ma is, boltba megyek, és ezért jöttem ilyen korán. Mindig ilyen korán szokott szavazni? Mindig. Miért tartotta fontosnak, hogy eljöjjön és éljen állampolgári jogával? Hát évek óta eljárok, ezen nem akartam változtatni, tényleg állampolgári jogom, és ezért. 6 órakor elindult rendben a szavazás, egy választópolgár hitelesítette az urnákat, és még a pártok képviselői és a szavazatszámláló bizottság összes tagja és a jegyzőkönyvvezető is beletekintett, lezárták, és majd utána a plombát is megnézte mindenki, hogy jó-e, hitelese, és a mozgó urnát is, és a két urnát is a szavazóhelyiségben. Ahhoz, hogy reggel 6 órakor elindulhasson a szavazás, ahhoz önök jóval korábban érkeztek. Mikor érkeztek, milyen dolguk volt a mai reggelen, hajnalon? 5 órakor már itt volt mindegyikünk. Felhelyeztük a nyilakat, a tájékoztató plakátokat, az 54-es szavazókörnek a tábláját, elővettük a szavazólapokat, a névjegyzéket, mindent rendbe találtunk. A szavazófülkét, be a tollakat elhelyeztük, kényelmesen berendeztük a szavazófülkét, és vártuk az első szavazót. Hát 6 óráig éppen, hogy végeztünk. Az 54-es számú szavazókörben itt Székesfehérváron, a Felsővárosban tehát rendben elindult a voksolás. Székesfehérváron 21 önkormányzati mandátumról dönthetnek a mai napon, vagy döntöttek a mai napon a székesfehérváriak polgármester személyéről és 20 önkormányzati képviselői helyről. Ebből 14 egyéni választókerületi és 6 listás.